Kizárt, hogy polgárháború legyen Venezuelában, Juan Guaidó szerint. A magát az ország átmeneti elnökének kikiáltó és a legtöbb amerikai és európai állam támogatását élvező politikus egy másik ellenzéki vezető, Leopoldo López letartóztatásának 5 éves évfordulóján szólalt fel. Az emberek 90%-a a humanitárius segélyekről, a gazdasági tervekről, az ország jövőjéről beszél. Tisztán látszik, hogy ki az, aki csak visszaél a hatalmával, és ki az, aki végre akarja hajtani a változást. Nicolás Maduro, az ország elnöke nem engedi be a segélyszállítmányokat a határon, és a kolumbiai oldalra tervezett nemzetközi segélykoncert ötletére is reagált. Február 22-én és 23-án, pénteken és szombaton hatalmas koncertet fogunk rendezni a Simón Bolívar nemzetközi hídon, a venezuelai oldalon, és ezzel az egész világnak üzenni fogunk, mondta az ország kommunikációs minisztere. A kormány saját segélykoncertjén 20 000 adagételt fog kiosztani. A híd túloldalán a nemzetközi segélyszállítmányok várakoznak, hogy a venezuelai hadsereg beengedje őket az országba.